műsorvezető társam, ti nem mondj valamit. Nem megy. Dig 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 ismételten 2017 decemberében immáron másodjára köszönhetem a nagy legendát, Csóri Bélát, és itt vagyok Csóri Bélát. Sziasztok, szeretettel üdvözlök benneteket itt a stúdióban. A múltkor technikai adás miatt nem sikerült tovább folytatnunk a műsort, ezért nagyon sokan kérték, hogy jöjjön vissza a Csóri Béla, hiszen rendkívül sikeres adás volt. Éppen ezért visszahívtuk, meg egyébként is vissza szerettük volna hívni. Ma ne kérjétek egyébként azokat a dalokat, amit a múltkor kértetek, mit tudom én, a börtönablakában soha nem süt be a nap, vagy mit tudom én az, hogy ellopták a cigánygyereket a rendőrök, vagy ilyeneket most ne kérjetek, de viszont ma minden egyéb Csóri Béla számot nyugodtan kérhettek, és természetesen ugyanúgy, ahogy a múltkor is, egy dallal indítunk, most még nem olvasok be nektek mindenféle kívánságokat természetesen, és majd a második daltól fogom nektek mondani, hogy milyen kívánságok vannak. Lesznek különféle kérések, már nagyon-nagyon sok dalt kértetek. Köszönöm szépen, közben itt a kedves Elek is bejön, és ezt majd másodjára, nem, vagy egyből mondjam is be, ezzel indítsunk. Jó, indítsunk ezzel. Gigi és Lindának küldjük akkor tehát az első dalt. Aha, nem. Tehát a Gigi és Linda küldi a lányuknak Ercsiben a Mercinek, ugye? Muri Szemos Sukár Rági a fekete vonattól. Muri Szemos Sukár Rági. Jó, nem rossz dal. Hogy vagytok egyébként? Mi történt veletek az elmúlt hét óta? Minden jó volt, minden rendben volt. Jól van, oké. Kedves ifjabbik Csóri Béla testvérem, neked van valami beceneved? Vagy szeretnél kapni egy nevet? Nem, nincs. Van feleség, gyerek, ilyesmi? Még nincsen. Feleségem van, akkor nem vagy szingli. Na, hála legyen a jó Istennek. Hölgyeim és jönöm, kedves barátaim, tehát akkor írjátok meg a kéréseiteket, és nagyon nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm még egyszer Csóri Bélát itt a stúdióban, és ma egy fantasztikus hangulat lesz. Osszátok meg a műsorunkat, hogy minél tovább tudjunk elérni az éterben, meg a világban, meg a világhálón. Külföldről is kérhettek dalokat, úgyhogy már is üdvözlöm őket. Tehát az első szám megy Giginek és Lindának a lányoknak, Ercsiben, Mercinek. Nagyon sok szeretettel, érezzétek magatokat jól, és sziasztok! Váltalak sok éjszakán, hallottam lépted a panácsot, hallottalak színre ébredem. Váltalak sok éjszakában, hallottam lépte.
Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, rengeteg dalt kértetek, és be is mutatok most nektek három gyönyörű hölgyet, Ramónát és Regina és Ramona, és van velünk egy lány, aki a közeljövőben valószínűleg a Dick TV műsorvezető nője lesz. Gyere, Tímea, légy szíves ide be a színpadon mellém. Szia, Tímea, hogy vagy? Szia, nagyon jól vagyok, köszönöm szépen. Milyen volt az első táncra táncolnod, és az első zenére táncolnod? Téged láttam még jobb. Köszönöm szépen, szingli vagyok, most elhagyom az összes feleségemet, és veled fogok összeállni. Hagyd el, légy szíves az uradat. Így kezdődnek a nagy-nagy munkatársi kapcsolatok. Jó, milyen műsorokat fogsz csinálni? Hát remélek, nem csak a cigány műsort, zenés műsorokat és mindenféle műsort. Köszönöm szépen, ma még táncolni is fogsz nekünk. Köszi, így egy gyönyöket. Jó, cső. És már is olvasom az első kérés. Kedves nézőink, legyetek kedvesek, osszátok meg, már is több mint 700-an vagytok, 800-an vagytok, és nagyon sok szívet küldenek nekünk. Úgyhogy kedves hölgyek, már is mondom nektek, már is mondom nektek, igen, kisbérre Kevin Roland Vidáknak, Manónak, kisbérre Manónak a születésnapi alkalmából egy zenét mondjátok be, legyetek kedvesek, köszönjük szépen. Lady Laura című zenédet énekeld el, aranytorkú barátom Jánovics Ryan Tomás kért ezt a számot. Kapuvára is kérnék egy szép dalocskát, köszönöm szépen, Hoffer Szilvia. Dávidka Peller, sziasztok, szeretném kérni az Ott áll a lány című zenét Simon Tornyára, Csapó Vikinek, és ezzel a számmal üzenem, hogy nagyon szeretem, légy szíves, olvas be. Dávidka Peller, meg tudlak érteni, a szereted a gágyidat. Jó, Stuttgartba szeretném kérni a Doktor Gyógyíts meg a szívem című dalt, küldeném az ünnepek alkalmából minden csórébére rajongónak, Gulyás Nándika. Melyiket? Ott áll a lány, fog következni most, nagyon sok szeretettel, osszátok a műsorunkat, és nektek meg táncol Regina, Ramona és Tímea, három bomba nő, csak fel ne robbanjanak, és itt van velünk két fantasztikus fiatalember, ifjabbik és idősebbik Csóré Béla, élvezétek a műsort, és osszátok, cigányok, osszátok, köszönöm szépen! Sálom a dillo! La 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 de la 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 Ahogy átfújjon a szél Uram, ennék hozzá, nem mered
Már is olvasom a számot, nem húzom most, olvasom a kérdéseket, nem húzom az időt. Jó, Jámbor Zoltánénak küldeném a következő számot. Ő küldi igazából a kedves férjének, Jámbor Zoltánnak, Horváth Márton és Horváth Gábor családjának. Nagyon sok szeretettel, karácsony alkalmából természetesen, Sokan vagyunk mi testvérek című számot szeretnék kérni. Közben már is mondom nektek, hogy annyira sokan írtok, hogy nem bírok mindenkit beolvasni, tehát ne haragudjatok meg magatokra, ha rám nincs miért, de tényleg. Jó? Köszönöm szépen. Farkas Nándor, szia Nándinak, Robinak, szeretném Dr. György is meg a szívem számot, Farkas Gábor. Jakab István, egy régi slágerdalt szeretnék kérni Bélától, amint felnőttük, Csigabiga gyereki című számot. Testvérem, ne csigabigázz, már nagy fiú vagy ehhez. És küldeném mindenkinek szeretettel karácsony alkalmával, Jakab István természetesen. De nem ezt a számot kapott most, de azért kamázunk téged is természetesen. Jó, Csóré Béla, őt hallgattam az állandóan a kazettem. Szeretnék én egy számot, egy szerelmeset, Nagy Katalin. Igen, kérek egy sógorom, Horváth Éva kért egy számot, kedves sógoromnak szeretném kérni, aki nagyon beteg, Feka Károlynak, te miattad nem alszom, 60. születésnapjára, köszönjük szépen. Nagyon azt írják, hogy nagyon tudsz gitározni. A múltkor szintetizátorral volt, akkor is azt írtátok, hogy nagyon tud akkor szintetizátorozni, most gitározni is tud. Egyébként játszol még citerán, balalajkán. Balalajkán, igaz? Igen, tudtam. Nagyon jó. Krisztián Peller, sziasztok a kisfiamnak a Facebookján. Van, szeretném mondani, hogy nagyon jók vagytok, és küldeném a fiamnak a következő számot. Figyelj! Oké, köszönöm szépen. Valami pergetőt, Vas Ramona, Szilvia, Farkasné, Duka. Béla, te vagy a legjobb. Köszönöm szépen. Jó, tehát most melyik szám következik? Doktor úr, hogy is meg a szívemet. Tehát bárki bármit kér, úgyse azt kapjátok, de nagyon sok szeretettel küldjük mindenkinek. Köszönjük szépen. Tehát az volt a szóljon szintén Kispestre. Zoli küldi kedves feleségének, Kingának. Fogadja a zenekartól és a menedzsertől, Horváth Sándortól nagyon sok-sok szeretettel. Betegség óta jár a kezem lábam. Lábam ide, lábam. Ha az a nő nem lesz az enyém, Jó, nincs meg a szívem, pénznek számít,
Köszönöm szépen, miközben kérlek szépen itten megszakítottam egy telefonbeszélgetést, éppen kértek, majd mindjárt a következő szám majd neked megy. Jó, már is mondom, szép estét, szeretnék egy szép számot barátomnak, Kovács Ákosnak, és szeretnék egy szép, kétszer írta le, Nagy László kérte. Éva Jakab, már lassan diktévés rajongó leszek, ezért kérsz egy számot. Hát ha diktévés rajongó leszel, akkor a következő szám neked megy, drága Éva Jakab. Ilyen ember nincs még egy, te hihetetlen, te vagy a példaképem, szeretlek. Horváth Géza üzenész neked, kedves Bélám. Cigányok nem hagynak ilyenkor se békén még ilyet. De elutasítok minden cigányt, esküszöm, várjatok. Nem látom így akkor a duvát. Jó, szeretnék kérni szerelmemnek álmomban megláttal a köszi Gyöngyi Sallai. Köszönöm szépen. Azt mondja, Könycsepp csorog a pohárba versendre. Kovács családnak boldog karácsony ünnepeket kívánok előre nektek is. Emilia Lívia Kovács. Ne felejts ki, teső, Vas Ignácot sem felejtjük ki. Múltkor ugye Bélával ő volt a gitáros fiú, az ország egyik legkiválóbb gitárművésszel, gitárosa. Úgyhogy neked is küldjük, testvérem, a Jóisten áldja meg téged, erőben, egészségben, meg egy fél kiló gyömbért kívánok neked, hogy a tüdődre ne menjen az a hurutos köhögés, testvérem. Úgyhogy köszönöm szépen, egyébként orvosi műtétet is vállalok, ha arról van szó. Csak gitározzál még itt nekünk a Diktévében. Kálmán túró Tiszaburára küldeném, babám, kerülöm a házatokat, feleségemnek, királyok vagytok, köszönjük szépen. Kérnék egy zenét testvéremnek, köszönöm Szilvásinak és a zenészeknek, Sebők, Sándor, Sándor. Azt mondja, nagyon jók a táncosok, főleg Tímea. Tényleg, köszönöm szépen. Most már látod, már is ismert vagy, most már, nem viccelek, tényleg ezt írtek ide. Hát most nem tudom, hogy ki írta, most már elmegy, így megy fölfelé, Tímea, nem látom. Jó, majd megnézed az adást, és majd látni fogod. Jó, köszönöm szépen. Ha már itt tartunk, akkor én is kérnék egy számot. Sok szeretettel, szuperek vagytok előre, és köszönöm őt, Rézműves Krisztián Guszti. Jó, köszönöm szépen. Férjemnek szeretnék küldeni egy számot, mindegy, hogy mit. Erika Mecseki, szeretünk téged, férjem.
Köszönöm. Pisti, mondd be az én nevemet is. Roli, két evel, Jovanovics. És viharként jött az életembe. Most én? Vagy a Béla? Vagy ki? Jó. Oké. Mindjárt hívlak Nagyudó. Mindjárt hívlak Szilvási. Feleségemnek küldenék a következő számot Magdinak Domonyba. Bangó Papu József. Igen. Horváth Mercedesnek Sárvára küldeném, és két kedves kisfiának, gyermekének, és az édesanyukájak egyébként. Kórházban van, jobbulást kívánunk édesanyukájának, tehát Sárvára is megy Horváth Mercinek. Nagyon sok szeretettel. Oké, szeretnék kérni egy számot. Legjobb vagy Béla, még most is ott vagy a király, ott áll a lány. Nem, a Béla vagy a király a lány. Jó, mindegy. Kovács Ádám, sziasztok, szeretném öcsémnek, ha ott áll a lány, ha az még nem volt. Kovács Ádám az már volt. Volt, ugye? Volt, mert azzal indítottunk. Volt. Köszönöm szépen. Melyik dal lesz az, Béla? Bemondhatom? Persze. Ja. Tehát akkor a következő nota szóljon. Kumbadarasra, Jankó küldi kedves feleségének, Marikának. Fogadja a zenekartól nagyon sok-sok szeretettel. Fogad nagyon sok-sok szeretettel. És mindenki másnak hagy szóljon. Én százszor megsúgom nekem, sír a szívem is. Könnyes szemmel ébredtem fel, látgondolval nem aludtam el. Édes ám, tönkre teszem, éjjel-nappal veled alszom el. Ez a dolg szívemből szól nekem, soha többi már nem létezem. Én százszor megsúgom neked, soha többé már nem létezem nélkül a szó. Szív leszakad, ezzel kezdek. Rafael Gusztáv, a szív leszakad. Hála a jó Istennek, nagyon jók vagytok. Köszönjük szépen. Tomi Zsigmond is ezt írja. Köszönjük szépen. Angolul is írtak ide. Green Screen, Minden Dancers Are Back. John Classic. Te nagyon klasszikus megállapításokat tudsz csinálni, testvérem. Zsolnai Lilának küldjük a következő számot. Én is szeretnék zenét anyukámnak 78. születésnapjára. Jó Isten áldja meg a kedves édesanyukát, 100 évig éljen édesanyukát. Legalább. Köszönjük szépen. Nagyon jók vagytok, szeretnék kérni egy számot, nélküled az élet gyötrelem, Danyi Mária, köszönöm. Jók a csajok is, köszönjük. Nagy a forma ez a Béla, kíváncsi vagyok, mostani menő zenészek fel tudnak-e nőni hozzá. Öcsi, öcsi. Hát igen, ez nehéz, nagyon kiválóan gitározik, fantasztikusan énekel, és van egy jóképű fia, aki már nem szingli. Jó, sziasztok anyu, halljon meg, ha nem, kérhetek egy zenét Bélától a feleségemnek. Horváth Timnek küldöm Pestre egy üvegpesgő dalt, Béla, anyut átkoztam, Béla, Csendi, Ati, hát a legnagyobb király vagy, anyu, halljon meg, a legnagyobb király vagy. Jó, hogy kérhetném azt, hogy én nem tudom, hogy hogy lehet, Csonnó Imre. Köszönöm szépen, szép estét nektek, szeretnék én egy számot, drága családomnak, egyetlen szerelmemnek, Halvány Csillag, Vezes Engem című számot, Balatoni Adrien, köszönjük szépen. Nyomasd el, légy szíves, hogy ne sírj, vagy ha néha oly minden más. Jól nyomjátok, Zoli Balog. Régi barátodnak, Nándinak, József Schaffer kéri ezt a számot. Vásáros Dombora, légy szíves egy zenét. Mondd be, mert légy szíves azt, hogy Janikának küldön speciálba, nélküled az élet gyötrelem, Amanda és Maja Rácz. Jaj, de jók vagytok, köszönjük szépen. Béres Anita, már újra itt vagy. Szia, drága Béres Anita. Sziasztok, Floridába kérnék egy jó pörgő számot, küldeném Komának, Berki Tibornak. Nagyon szépen köszönöm, az Isten áldjon benneteket még, hogy 100 évig. Nyerluc Márk.
őt is ismerjük, sokat kér. Nagyon imádom az eminenteket, Dupó Ica, köszönöm szépen. Kerülöm a házatokat versenybe, Emilia Lilia Kovács, köszönjük szépen. Jó, ott állt a lányt kérték, Vivian Kanalas is itt van, a hajadat is komolyan belőtted, bátyja Szilvási. Ja, az nem egy dal, köszönöm. Az a baj, hogy már nekem engem elhagyott a buta haj, érted? Az okos fejet. Jó, azt mondja, Keszthelyre is valamit, Fruzsi Horváth, köszönjük szépen. Melyik számot választottad ki, Béla? Babám, kerülöm a házatokat, az ország egyik legkiválóbb dala. Fogadjátok nagyon sok szeretettel, és hadd szóljon. Félre állom az utatból, mert én úgy érzem, hogy másnak vagyok párja, mert akarom, hogy felejtsél el. De letörölni minden fájú kő, könnyű. Babám, kerülöm a házatokat, nem akarlak látni. Mert én úgy érzem, másnak vagy a párja, akarom, hogy felejtsél el. Letörül ide minden fájó könnyet. Babám, vére állom az utatból, mert én úgy érzem, és boldog karácsonyt kértek. Bocsássatok meg, hanem valakit nem olvasok be, ne haragudjatok meg tényleg, nem igazán szeretnék szemtelenkedni veletek, de annyira sokan írtok, hogy nem lehet szinte követni. Oké, már is mondom, Barna Zoltán keleti felől fúj a szél. Oké, de ne várja. Áldja meg a Jóisten, aki kitalálta ezt a Dok TV-t. Dik TV-t, te. Sziasztok, Pisti, Dunavecsére kérnék szépen a barátaimnak egy számot. Köszönjük szépen. Jó, Jancsi Csömör, küldjünk nektek egy számot. Jancsi Csömör, természetesen küldünk neked egy számot. Nagyon kamázzuk a politikai tevékenységedet egyébként. Köszönjük szépen. Nagyon imádom, jók vagytok. Jó, Virginia, kis, kérhetsz egy számot, nem tudom melyiket, de megy neked is. Na, akkor kérek szépen, a szürkepólós lány az az enyém. Nem az enyém, nem az enyém, nem az enyém, hanem valaki ezt írta, ezt majd megnézed. A szürkepólós lány Tímának hívják, és tékvandós a barátja, csirkecombor is oldalassal tékvandózik. Mi is nagyon félünk tőle egyébként, és igazából nem szürke ez a póló, hanem sárga. Nem látom? Aj, te. Jó, köszönöm szépen. Rafael küldi keresztfiának, Laurentnek, sógor, köszi sógor, Mónika Bogdán. Na. Jó, köszönöm szépen. Szürkepólós csaj, ja, Balog István kérte a szürkepólós csaj az enyém. Oké. Igen. Nem zene cím, Balog István, a szürkepólós csaj az enyém, itt van. Majd elolvasod úgyis a műsort. Mondtam, ilyen sztárt csinálunk belőled. Pistikém, légy szíves, olvasd be, küldenék egy zenét, mindegy melyiket, Béla, minden száma jó, feleségemnek és három lányomnak, Viktor Komámnak és Dominiknak, Kovács Róbert, Tino. Köszönjük szépen. Szandika
ami szimpatikus, azt olvassa be, nem igaz, hanem mindent be szeretném olvasni, Szandika, téged is beolvaslak, Szandika, csak nem lehet egyszerre annyit beolvasni, Szandika. Tehát Budai Andrásnak, Macsinga Szintiának, Molnár Jennifernek, Molnár Benjaminnak, Molnár Dezsőnek, ifjú Dezsőkének, Budai Daniellának, és kérjük a Lakamávot. Oké, köszönjük szépen. Komlóra szeretnék kérni egy számot, egy üveg pezsgőt, Orsós Sándor. Néznek minket a beárt cigányok is. Oké, Szilvási, kérek, ne csináld, szőke vagyok. Oké, ezt most már látjátok, így elmegy a szöveg, és nem látom. Küldjet, királyok vagytok, Kiskunfélegyházára is küldjetek, nekem kedvencem az István, Isten áldja meg benneteket, Szilvásit is, Mercedes, Mercike, Jankó, köszönjük szépen, barátom sincs már rég. Bangó Zoltán, mindjárt megyek dolgozni, húzunk neked azért egy zenét, mindjárt úgyis elmész, köszönjük szépen. Berhidára is küldenék, Károly Ramona Csondónak, te közben kitaláltad a dalt, melyik lesz? Melyik lesz az, Bélem? Pici Madár, az egy nagyon-nagyon híres szám, az én egyik kedvenc zeném, úgyhogy megy nektek nagyon sok szeretettel, és Gyöngyi Amandának is, Angliába, köszönjük szépen, és Barcsa Anna Máriának is, Stuttgartba. Mert az a vonat, ha elindul, hadd menjen, de én utánom, senki ne köszönjön. Szépen Zsiga Otto testvérem, kollégám, az utolsó vezetője és a Showtime Disco tulajdonosa is nézi. Szia drága Otto testvérem, nagyon szeretlek, tisztelek, becsülek. A karácsonykor találkozunk, valamelyik bulidra elmegyek. Köszönöm szépen. Kálmán Tomi Duka, itt vagy Csonkatesó, hadd menjen neked ezerrel a következő szám. Váradi Emusom is néz minket, szia kedves Emus. Az én kedvencem Szatmár István, ez volt az ő kedvence, úgyhogy köszönjük szépen. Küldjetek nekem is, mert mennem kell a gyereket tisztába tenni, Patrik Patai. Meg tudlak érteni, testvérem, ha nincs feleséged, akkor te neked kell ezt csinálni. Jó, köszönöm szépen, már is mondom, kisfiamnak szeretnék kérni egy szép zenét, mert őt szeretem a világon a legjobban, Simonetta, Brigitta, Szabó.
meg tudunk érteni, kedves Simonetta. Pisti, olvasd be, Horváth Adrián is itt van, és olvasd be, cigány, Horváth Adrián. Bassza meg ilyen kérdés, bocsánat. Jó. Sziasztok, játsszátok már le, nyitva van a Barna Kislány Ablaka című számot, küldeném mindenkinek boldog karácsony, Mága Pál. John Classic is itt van, millionaire, most már ismert vagy, angolul közlekedünk. If you want, let's continue in English. We would like to send a song to Johnny Classic. Oké. Okay. Hányszor írtam le, hogy kérném Majsiszte még páromnak, Bécinek, köszönöm, Szandika. Látod, Szandika, csak rád került a sor? Oké, okay. Tehát a párodnak küldjük, Szandika. Sziasztok, kérne, könnyezik a két szemem, Noémi Béla, köszönjük szépen. Saját stílus, ez nagyon jó, köszönjük szépen. Egy zenét küldjetek már feleségemnek, már vagy százszor írtam be, Rácz János, lassan, de biztosan sor kerül rád is. Köszönöm szépen, Dunavecsére a feleségemnek, Jakab Ferenc, köszönöm szépen. Ott áll a lány, kérném speciálba mái testvéreknek, Daragó István, és Rolikának, Béla, te vagy a legjobb. Kolompár Évinek, Tamci a Zsigoló. Nővéremnek is kislánynak küldeném egy szép hallgatót. Köszönjük, Tamci a Zsigoló. Jó, már is mondom nektek. Roland Lakatos, a jobb szürke pólós csaj nagyon tetszik nekem. Na, ezt mondom én nektek, gyerekek. Nősülés lesz, Lagzit is vállal a Dik TV, kéretést Lagzit, és majd végén vállóperes ügyvédet is fogadunk. Köszönjük szépen nektek. Jó, melyik számot fogod énekelni, Bélem? A börtön árnyékában soha nem süt be a nap. Pisti, még egy számot ez be. Pisti, kérhetném a Cigányok közt tényleg című dalt küldeném egész horvát családnak. Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok minden testvéremnek. Rokonban a Horváth Sándor Leskó Anna Mária. A börtön ablakában nem süt be a nap. Egy klasszikusok klasszikusának klasszikusa következik. És Elvirának és Timinek Kalocsára küldjük nagyon sok szeretettel, Zorán. És küldjük, mondjad hangosan, testvérem. Patrik küldi a fiának, Mikey-nak nagyon sok szeretettel a következő számot, és azt küldeni, hogy fiam, sose legyél börtönbe, egy rága gyerek. Erdőtelekről Burai Mónika is, köszönöm régi zenésztársát, Burai Józsi, üdvözöl benneteket, Burai Mónika, Erdőtelekről a zenésztársát. Börtönablakába, nektek! Megyek, de megyek, még a körmetön. Kiszólnak, hogy gyere idebben. Szabad leszek egyszer, lány várvásolja. Ne szóljatok nékem, búszulok egy lány után. Szabad leszek egyszer, a lány várvásolja. A börtön árnyékában áll egy lány. Hosszú haját megsimogatnám. A kislány nem hozzám való. Nem kell neki, tőlem takarom. Cigányok közt élek, ott van nekem a hazám. Ott, ahol a fiam, a hazám. Cigányok közt élek, ott van nekem a babám. Thank you.
köszönjük szépen. Jó. Sziasztok, Rolito, Paula, kérem feleségenek küldenek számot. Mihajlovics József, sziasztok, küldjetek egy jó zenét, legyetek szívesek, Piros Rózsa. Akinek nem olvasom, mert meg ne haragudjon, tényleg nem lehet ezt már annyira követni, de egyébként meg osszátok meg a műsor, persze, hogy ezt mondjuk. Béla játsz már le Szeged felől, jön egy hintó Macának meg Tündének tolmásra Szegner Ferencnél. Szia Béla, szeretném, kicsi vagyok, Törökszent Miklósra, kis Zsaru. Köszönöm szépen, Zsaru voltam, drága barátom, köszönöm. Imike Ignác is kért egy számot, de már elment és nem olvasom. Sziasztok, szeretnék kérni Bélától, nem tudom miért fáj a szívem, Károlyi Rita. Köszönjük szépen. Azt mondja, kis Bélától egy pergetőt légy szíves. A fekete ruhás lány nagyon-nagyon jól táncol és szép is, és a fehér pólós lány az meg bomba. Na, fel ne robbanjá, hello. Ennyi, köszönjük szépen. Jó. Na, én megyek be táncolni, Csiki Gábor. Gyere testvérem, várunk téged szeretettel. Demeter Attilának szeretném küldeni Nyír a csádra. Rég láttam a Cigányokat című dalt, Horváth László. Angliából is néznek, Zolika, Niki, 14 év és vége lett. Köszönjük szépen. Albi Horváth is néz minket. Szia, drága Albi Show tulajdonos testvérem, szeretünk nagyon. Jó volt a műsorod. Több munkahelyen, mert azt kérdezték tőlem, hogy Csóréjéből a rokona vagy testvére vagyok-e. Attila Cucu, igen. Mondd azt, testvérem, szerintem. Itt mindenki testvér. Köszönjük szépen. Jó, azt mondja, hogy sziasztok, drága szerelmem, meg szeretnék küldeni egy számot, egy jó szerelmes számot, boldog karácsony, Gábor Udvari Gabesz. Köszönjük szépen. Szia, Erdőtelekre, Dénes Pistinek, az szép asszonyod van, mindened van, mégsem lehetsz boldog. Lóli Zsolt, Erdőtelki vagyok én is egyébként, csak tudjátok. Szép estét, ha lehet énekelni, kedves Béla, Cigány himnusz, köszönöm, Erzsébet, Józsefné, Kalas. Köszönöm szépen. Balog Norbert, mindegy, hogy mit csak küldjünk neked, igen, Angliába, Anikónak, neked. Giorgio Armani Pujónak is megy, Amanda Farkasnak is, Barna Zoltánnak is, Delin Attila Gerbesnek, Nagy Gábor Giginek is, Farkas Jánosnak is, Lakatos Krisztofernek is, Dávid Lakatosnak, Herman Ottónak, Balog Istvánnak, és Bécinek is szép hangja van, de énekelhetne ő is egy számot, az ifjabbik. Köszönjük szépen, Herman Orsós, köszönjük szépen. Szandika, majsízte még, én Szandika. Hát lehetséges, nem tudom, de következő szám megy neked is nagyon sok szeretettel. Oké, 20 éve volt, oké, király vagy. Melyik számot fogjátok énekelni? Lakatos, közben akkor, ha kitalálod? Nem tudom, melyik szám. Lakatos Nikoletta, Vásáros Dombóra megy neked is szeretettel. Egyes, kettő. És Noémi Dolányi Horvátnénak is. Egyes. Úgyhogy hagyd szóljon. Egy. De hosszú fekete haj. De sugár ez a csaj, túlságosan bízva, a lóvéja bepista. Hosszú fekete haj, ó, de sugár ez a csaj, túlságosan bízva, a lóvéja bepista. Olyan kamaros a barátom, sugár csávó belátom, olyan kamaros a csávó téblám, minden sajnálásom. Hosszú fekete haj, de sugár ez a csak, túlságosan kiszt, a lóvéja meg is. Hosszú fekete haj, de sugár ez a csak, túlságosan kiszt, a lóvéja meg is. Olyan kamerós a barátom, olyan sugár csávó belátom, olyan kamerós a csávó délom, minden sajnálásom. Thank you.
szépen köszönjük, hát fantasztikus szív és like mennyiséget kaptál, úgyhogy köszönjük szépen. Zsolti Farkas, muszáj dumálnom annyit testvérem, mert így tudom elolvasni. Horváth Kevinnek, ne felejtsd el, hogy az enyémet nem olvasod be. Köszönjük szépen. Szeretnék kérni feleségemet Kiszanánának, Németh Roland. Köszönöm szépen. Jobbágyira is küldjük Jessica Lakatosnak, Kerpács Istvánnak, Kepi, muszáj sokat dumálnom, értsd már meg, most bolond vagy cigány? Oké, köszönjük szépen. Ki volt itt, itt kinek a pipája maradt itt? Annak Annikó Fodor. Köszönjük szépen. Emilia Beri is kért egy számot. Ezt most nem tudom elolvasni, melyiket. Hello, szeretnék küldeni feleségemnek egy számot Logentől, Ágikának, Egerszalókra. Ott állt a lány. Logen, már volt egyébként ez a dal. Köszönöm szépen. Egy szerelmes zenét kérek, Pocók Kevin. Pacók vagy Pocók Kevin. Ez most nem tudom. Szeretném kérni nővéremnek, a 20 év múlva az ifjú vándor visszatér, Berkó Ida. Valami jó pörgőset nyomjatok, köszönjük szépen. Következőnek Justin Biebertől van két lovam, Jocika Beri. Van két lovam Justin Biebertől, én is szeretem a Michael Jacksontól a Hóte Zsigát. Azt mondja, szeretném kérni a feleségemnek Tiszanánára, követtem a lépteidet, Roland Németh. Kökény Lorenzo, Csabinak szeretném küldeni, cigányok közt élek, áldja meg a Jóisten benneteket, 600 évig testvérem. Hú, Jedi lovagok leszünk akkor. Szeretnék kérni Kunszán Miklósra mindenkinek, Robert Stoika kért ezt a számot, lehet, hogy téged vártalak. Köszönöm szépen, ha meghalok, sok virágot hozzá nekem, Burai István. Oké, köszönöm szépen. Azt mondja, még egyet beolvasok nektek. Megunhatatlanok vagytok, ezt most gyorsan elolvastam, ez rövid. Légy szíves, olvasd be a temető kapujába, Pistikém, Horváth Géza. Köszönöm szépen. Nagyon jó. Melyik számot választottad ki, Bélem? A Boldogság útján nem tudtam eljárni, köszönjük szépen. Akkor mindenki másnak, és Texasból is néznek minket, Claudia Lukács. Köszönjük szépen. Mert én nálam egy boldog úr. Jó, de nagyon ritka vendég. Földi jó volt, kitagadott lenni, de jó. Életemben nem boldog. A másik nem kívánok, másik sosem kívánok. Amint a tölti jó volt, itt a gondot lenni, de jó. A boldogság útja van, sosem tudtam menni, mert nekem az életemben nem kívánok, másik sosem kívánok.
Köszönjük szépen. Nagyszerű. Már is mondom a következő kérés, kedves barátaim. Burai Ferencnek küldeném, ha van rá még időd című számot kérni. Burai Ferenc. Azt mondja, Rózsika Mozsár, küldjél már légy szíves a férjemnek zenét Jóskának. Így van, köszönöm szépen. Szabó Jancsinak, az Óbudai Királynak küldöm a testvéremnek ezt a számot, énekelt. Jason Statham Lakatos. Hát az ilyen neved, gyerekek. És ki van írva DJ-vel, hogy Jason Statham Lakatos. Statham. Hát ilyet az országban nem lehet hallani. Nagyon király vagy, testvérem. Jó, Erdőtelekről is, Átányról is, Hevestből is néznek, Angliából is néznek, Németországból, Karancslapújtő aljáról is néznek. Köszönöm szépen. Tóth Bence, családomnak Sarudra, Erdő. Tibor Lala, Merec, múltkori egy óra sem volt, 14 év. Magasak a falak, bátyja, légy szíves, Jason Statham Lakatos. Szilvási Pisti, üdvözöllek testvérem, Takács Sándor, szia drága testvérem, én is kamázlak. Túró testvérem is küldi Németországba a testvéreinek ki. Szépen. Azt mondja, Kalocsára a Szentendrei családnak, mert Szendréből egy van, Szendrei István. Köszönjük szépen. Már is mondom. Üdv mindenkinek, nagyon szuper a zenék, csak így tovább, Béla és Bécike, gratulálok, Pisti, Albi, Horvát. Köszönöm szépen. Azt mondja, Molnár Csaba is néz minket, szia, kedves Molnár Csaba. Kerpács István, igen, hajrá, Csóré Bélem, Csóré Duó, hajrá, Veszprém megye, verhetetlen gyerekek, mindenben ott vagytok, képviseljük az országot, az én barátommal, Szilvás Pistivel, Kerpács István, így van, testvérem. Kedves diktévések, kezdtek színvonalas műsort csinálni, José Carlos Armando Gézu. Ilyet? A nevekben a legkirályabbak vagyunk, az már biztos. Szeretem a testvéreket, Burai István, Erdőtelekre. Szlovákiába is küldje már, légy szíves, Anyalai Béla. Köszönöm szépen. Gábor Csilla, műsorvezető, ne beszéljen annyit. Igazad van. Rágja meg a hangodat Ignác Katalinnak, Olaszfára, egy szép hallgatót. És Horváth Géza is kérni a testvéreinek. Jóisten áldja meg, aki kitalálta a diktévét, hogy hallgathatunk ilyen hangú zenészeket, mint Bélát. Szeretlek benneteket, téged is. Pistikém, jóisten áldjon meg. Erőben, egészségben, Horváth Géza. Nagyon szépen köszönjük. Kapuváról Horváth Istvánnak. Melyik lesz a következő szám? Bélám? Melyik? Felveszem a kalapom. Köszönjük szépen. Úgyhogy felveszem a kalapom, és köszönjük szépen. Hadd szóljon. Tehát akkor a következő notát Kumadarasra, Szandikának, a menedzserem lányának küldi a zenekar. Bécike és én, fogadjátok, és fogad, Szandika, nagyon sok-sok szeretettel. Szia! Ne felteszem a kalapom, hey, rupare, elizüm a bár. We'll be right back.
köszönjük szépen, nagyszerű volt a szövegből, meg egyszerűen ötös vagy. Doris Pannerberger, a legjobbak Szvárt Zsoltinak és Szabinak küldjetek egy zenét, Krisztiánnak köszönjük szépen. Horváth Roland, szia Pisti testvérem, Bélától miért kellett most találkoznom veled, köszönöm szépen. Mi is el tudjuk olvasni, de a zenétek már végre, Szász Tibor. Köszönjük szépen. Szabinak Csillár, az akarok lenni, nem ilyen nagy de lesz. Ilyet. Testvérem, bemész egy IKEA-ba, annyi Csillár van, választhatsz magadnak egyet. Kis Dávid, még Londonból is nézünk, köszönjük szépen. Azt mondja, már is mondom nektek, most akkor belelapozok direkt, hogy a mostani frissek is legyenek. Sziasztok, azt szeretném kérni, hogy valaki tanítsa meg az egyik lány táncolni. Köszönöm szépen. Sziasztok, ha lehet kérni kisbereki betyár csárda, az kiskereki betyár csárda erőben egészében, de nézd meg, hogy írta lenne. Olvasd ki. József Kertész, köszönjük szépen. A Csiki, a fekete ruhás lány most megfogta. Jó, köszönjük szépen. Farkas Kálmának küldeném alsóvadászra speciálba, Petike, Váradi Márk. Horváth Pisti, amúgy Pisti jobb lenne, ha vezetnétek vissza valami annó volt, kiírtátok pár zenét, azok közül is könyv választani, Horváth Adlian, igen. Kertész Gabriánának küldeném Dom Perignon Sanyika, még ilyet, Erdő című számot, köszönjük szépen. Karcagra a Rafináltoknak, Kálmán Toni Duka. Perecesre kérném tündérszép lánykát, Hamilton Krisztián. Befügyült a vonat, egyke horvát. Rácz Béla, májusi. Léci Majosra is küldjetek egy számot, Béla könnyes szemmel című számot, Boros István. Robogy vonat, Farkas András kérte. Németországba küldeném a Kamadevlaseje Andetire, Kabácsi Olá kérte ezt a számot. Melyiket választottad ki, kedves Bélám? Befügyült a vonat be az állomásra? Nem. Ráír az még, azért. Még ne fütyülgessen ez a vonat. Jó. Van rá jegyetek egyébként? Vettetek jegyet? Persze, jó. Értem, jó. Oké, Robog, melyik számot választott ki? Mi? Tündi, egy szép lányka. Tündér szép lányka, még ilyet. Zalaegerszegre küldön pápára Miksa Horvátnak is. Köszönöm szépen. A kedves Elek meg kísérletezik a hangomon. Mától fogva a nevem. Horváth Robertnek Átányba is megy. Köszönöm. Órák hosszat gyötörnek a gondolatok. Lámpa fénynél hamarosan én álmodozom. Rólad álmodoztam, tündér szép lánykom. Szeretlek, ne hagyj el soha. Órák hosszat gyötörnek a gondolatok. Szeretlek, ne hagyj el soha.
Köszönöm szépen. Légy szíves, Pisti, mondd be egy szép számot, nagyon fontos Norinak, Poszka, Sándor Rostás, Eli Barog, te mondd be az enyémet is, ne beszélj csúnyán, Eli Balog. Látod, hogy ha odaérek, akkor bemondom. Eli Balognak megy a következő szám, köszönöm szépen. Robogi van a Szilvia Orbán kérte, kérnék kisfiának és drága férjének. Barbarás Tibor is néz minket. Fiatalságom szék emlékeit idézte fel benne Nagy István. Egy keményet, amelyiket a legjobban tudott Pistikém ezer évig Bak Szakoneszke, Hága Tibor. Köszönjük szépen. Szendrei Gusztáv, köszönjük szépen, ezt most nem olvasom, mert hajrá Béla, még mindig jó hallani a hangodat. Németországban halkzene szól az éjszakában, Norbika Zsákai. Kummadarasra Szilvia Kis kérte a számot, örülten szeretlek téged. Amikor veled vagyok, Ancsa Farkas. Pistikém, Gyöngyös Patára a Vajdánk kérné, szeretem a testvéreket, légy szíves, Mário Farkas. Jó ez a kamerás, mindent megmutat. Köszönjük szépen, én játszottam most egy picit tényleg a kamerával, fogom ezt is végezni. Bohó Tibi, sziasztok, kérhetném, doktor, gyógyíts meg a szívem, ez már volt Bohó Tibikém, úgyhogy köszönjük szépen. Georgina Forgács, az én kedves kis tévéműs nézőnk is néz minket. Burai Mónika, küldjednek Erdőtelekre, Burainé Mónika, mondd be a mikrofonba, Béla. Burainé Mónika, bemondtunk. Erdőtelki testvérem. Mondd meg, légy szíves, Washingtonból küldöm Bélának, zenésztársának, Burai Józsefnek a dalt. Ne rohanj, állj meg egy percre, most írtam le négyszer, köszi. Roland Burai. Köszönjük szépen. Szeretnék kérni egy Lassan-lassan elfelejtem című zenét, Olá Zoltán. Szilveszterkor született testvérem Fatima, egy szép gyors számot kérek szépen neki, Miska Horváth. Nyerges Isti, egy üveg pezsgő kellene most nekem, ez jó szám, ezt szeretem én is nagyon. Olá családnak küldeném, Zsasztára menged úr, Olá Csabi. Narancs Tomi, tízszer írtam el, nem tudom melyiket kérted testvérem, de megy az a szám neked a következő, Narancs Tomi testvérem, megy nagyon sok szeretettel. Orsós Anikó, sziasztok, szeretném kérni Bármerre járok című számot, kérem küldeném páromnak, Gábornak. Farkas Ferenc, Sárai Mónika, Döbrő közőre. Köszi, mert nagyon kedvencünk vagy. Csóré Béla, Devecseri? Nem tudom. Volt egykoron Devecseri is egyébként. Rajmi Sinkai. Visontára szőlőszemnek szeretném küldeni a drága modellképű testvéremnek, áldja meg az Isten, talán Kökény Lorenzo. Köszönjük szépen. Jó, melyik számot választottad ki? Kummadarasra megy a következő szám is. Őrülten szeretlek téged, köszönöm szépen, Samu Zsanett, megy neked is, drága Zsanettkám, úgyhogy megy neked is. Őrülten szeretlek téged, nem tudok élni nélküled, nem tudok mit hoz még a holnap. Tudom, hogy vársz, csak engem vársz. El sem hiszem, hogy engem szeret. Minden álmom valóságra vár. Nem tudom, mit hoz még a holnap. Tudom, hogy vársz, csak engem vársz. Leszállt a csendeség, de rád gondolom, nem tudok élni nélkülem. Várom, hogy visszajöjj, de rád gondolom, így csak remény gyögölöm. El sem hiszem, hogy engem szeret. Nem tudom, mit hoz még a holnap. Tudom, hogy vársz, csak engem vársz. Thank you.
ez nagyon szép volt, el is érzékenyültem, elmorzsoltam néhány könycseppet a szemem alatt. Kedves nézőink, tehát Noémi Dolányi Horvátné, Atyavilág, már 20-szor írtam le, és mindig az enyém mellett mész el, múltkor is így volt könnyes szemmel. Noémi Dolányi Horvátné, neked megy ez a szem. Sziasztok Pistikén, nagyon jó nyomjátok, kislányomnak szeretnék kérni egy jó zenét. Dima Attila. Németországba szeretnék egy számot kislánynak születésnapjára, ma egy éves, köszönöm. Jenny és Luca. Köszönjük szépen. Bogyiszlóra küldjük, a Börtön árnyékában János Bogdán, az már volt, köszönöm. Jó, Pistikém, az Isten áldja meg, énekelj te is egy jó pattogósat, mert a zenekar is jó. Köszönjük szépen, Hága Tibi. Krisztiánnak őrülten szeretlek téged, ma 9 hónapja, hogy együtt vagyunk, szeretlek. Köszönöm, hogy vagy nekem, nem tudok nélküled élni. Dóri Spannerberger. Köszönjük szépen, király vagy, verhetetlen hangod, nagyon jó vagy, Kovács Angyalka. Kedves Szilvás István, tesóm Bogdán Zoltán, kérnék én is egy számot Becsehelyről, Bélától, légy szíves, mondd be, a szám címe Börtön árnyékába, az előbb már volt, ugye? Köszönöm szépen, Bogdán Zoltán volt a dal, de megy neked is a következő. Horváth Adrián is néz minket. Pisti, ha nem olvasod be kérésemet akkor, hogy nőjön nagyra a hajad. De jó, Jóka József, nőjön nagyra a hajam. Nagyon sokan irigykednek erre a gyönyörű szép fejre, testvérem, de ha van egy jó hajszeszed, esküszöm, használni fogom, utána segígérő szőke hajam lesz. Skrínyák Rétának, légy szíves, játsszatok le Bicskei dombtetőn, Roland Kismátés. Te tüsszöksz, jó vagy? Bekenjem a melyedet? Van ilyen vietnámi krém. Jó, kérdeztük, nem? Horváth Csaba, Lorenzo bátya, nézik a könnyes. Azt nem, látjátok, már elolvasnám, de már föl is megy. Köszönöm szépen. Bécike, hogy gyilkod meg a zongorát, apád meg erőszakolja meg a gitárt. Járt farkas. Gyerekek, ez most nagyon egy szexműsor. Köszönjük szépen. Na, azt mondjam, még egy szám, még egyet beolvasok, a Love Story-t. Attila Csipi Heinz. Köszönjük szépen. Prof. Kerepeci Ferenc is egy jó pergetőt kért. Köszönjük szépen. Vegyél feleségül. Én? Dehogy veszlek limone. Nem veszek senkit feleségül. Na szia, Bandimnak kérek egy számot Nagy Csécsre, Farkas Né Zsuzsának, András Farkas kérte. Köszönjük szépen. Melyik számot fogod énekelni? Ha meghalok sok virágot hozzá neked, ez a szám lesz. Hölgyeim és uraim, még ezt beolvasom, Bogdán Zoltán, megy neked is ez a szám. Ha meghalok, sok virágot hozzá neked. Thank you.
nagyon szépen köszönöm. Hát ez volt eddig a legéletveszélyesebb, azt mondták, és azt mondják, hogy Pisti Norimnak léci, olvasd be, Rostás Sándor életbe vágó, meg ne halljon senki se, testvérem, a jóisten, azt kívánom neked, hogy 100 évig éljél mindenkivel. Köszönjük szépen. Azt mondja, Kömlőre piros rózsák beszélgetnek, Fodor Zsuzsanna, Kanak Dzsambe Szajkó Norbert, nagyon szép a fekete ruhás lány, Erdei Nagy Ádám. Na, most bemondtam a nevedet. Erdei Nagy Ádám, egyébként a kisasszony még szingli. Van még másik 40-50 évet, hogy felszett esetleg. Hát, ha lejátszátok végre, akkor legyen, van nekem egy anyósom, és küldeném anyósomnak Tolnára, a Chicagói Tolnára, Claudia Floderer. Floderer, igen, Claudia Floderer. Válogatás szerint megy a műsor, egy órája várjuk a zenét Karcagra. Ha-ho, Lázók Csaba. Mióta várok, lehet, hogy már megjelenjé, pedig csak téged néztelek, Lázók Csaba. Köszönöm szépen. Ha kérnek én is adásra egy számot, Rafael Krisztián, az egész testvéremnek egy pergetőt rátok bízom, köszönjük szépen. Attila Csipi Heinz, családdal nézzük a Love Story-t, elénekelhetnéd, légy szíves, köszönjük szépen. Azt mondja, John Classic megint ír, guitarist need a few tie for sure, that guitar needs a smashing on his head. Majdnem egyébként, majdnem jól írtad, de tényleg lehetne ezt is csinálni. Köszönöm a könnyes éjszakát, Tiszaburára Túró Kálmán küldi mindenkinek, Béla király vagy Túró Kálmán. Légy szíves, ennek a számnak ne felejtsd már el bemondani, nagyon szépen kérlek Salgó Tarjánba, kérem, ott állt a lány, köszönöm, Delon Köménymag. Delon Köménymag, milyen név ez, gyerekek? Delon Köménymag, még ilyet. Bea Olá, köszike Salgó Tarjánba, boldogság útján, már írtam, már ez volt, köszönjük szépen. Ülök egy bárban című számot, Doris Pannerberger, már volt. Azt mondja, na most Pistikém, hogy ne hagyd már magad, mert oké, Hága Tibor. A Durál Durál Mea Willem Roland Burai, köszönöm szépen. 14 éves vége lett, ezt rengetegen kérték Bélem, el fogjátok ezt tudni játszani? Zolika Niki, ez nagyon sokan kérték. Erdélyben is vannak, akik nézik házasságú évfordulájának, küldeném gyermeküknek, Gedeonnak áldott ünnepeket. Ilia Adél Erdélyből, csókoltatunk benneteket, az erdélyi cigányokat is. Speciálisan Vidáknak kérném, nálam egy boldog óra, Joci Kővári. Azt mondja, magasak a falak, Vivi Kótai. Köszönjük szépen. 14 éves vége lett, az megy? Megy. Akkor legyen ez, mert tényleg nagyon sokan kérték ezt a számot. Jó, köszönöm szépen. Csak a farmerosnak a nevére vagyok kíváncsi. Na, nem mondom meg. Ja, nem az én farmerosom, a lányra gondolt. Jó, köszönöm szépen. Na, Bogyiszlóra az Aranyeső című számot, köszönöm szépen. Angliába is kért Zotyi Jónás, Kimegyek a zöld erdőbe című hallgató, Zotyi Jónás. Jó, Nyári János 50-szerre is kérek egy lányomnak Németországból, Mercikémnek, legszebb lánynak, köszönöm, Nyári János, megy a kislányodnak is, és akkor megy a 14 év, és vége lett. Mindenkinek sok szeretettel. Tizennégy év, és vége lett, számomra minden elveszett. Anyám elment, szegény halott, engem életben hagyott az éneklés. Maradt nekem, hogy a fájdalmam kibölcsön, hogy így magamra maradtam a szegénységben, a bánatban. Ne nézzen, hogy riadtan rám, nem fegyver szólt csak. Ez az asszonyom, nem vagyok jó rosszaktán, figyeljen arra, amit az asszonyom. Nem jártam ott, ahogy én más környékről szállom, asszonyom.
Hát itt az ver van kennek virág, életre keltek a szóló. Szia Pisti, küldjetek már egy kis zenét a gyereknek, Zolikának, légy szitesó, köszönjük szépen. Ramona küldi, ugye? Ramona küldi Rubennak Esztergomban nagyon sok szeretettel. Ez valószínűleg valami love story lesz, vagy valami ilyesmi. Nem biztos, hogy az, de valami van benne. És küldi Rebecca, Regina, bocsánat, a keresztfiának is nagyon sok szeretettel, Mikey-nak, a májkrémes kenyérnek, Mikey-nak. Köszönjük szépen. Kállai Sándor vagyok, Kömlőről, ha kérhetnék egy Bélától egy zenét, meg fogod kapni. Baktele, most nem tudom elolvasni, mert annyira gyorsan írtok. Lennétek olyan kedvesek, letennétek a telefont? Köszönöm szépen. Jó, légy szíves. Na akkor játsszátok el valamelyiket Claudia Floderel. Floderel, igen. Az ott áll a lánya, az már volt. Köszönjük szépen. A Milotára is küldenénk nagyon sok szeretettel, és Túró Attilának is küldenénk a... melyik ez a szem? Igen, a börtön ablakában az már volt, Túra Attila megy nektek, és a milotai cigányokat is csókoltatjuk. Köszönjük szépen. Azt mondja, Nagy Csécsre elfújta a szél Farkas András, mert ezt olvastam. Sziasztok, anyának és bátyának szeretnék kérni egy számot, Bianca és Dani. Köszönöm szépen. Tudom, én is sorra kerülök, Rostás Sándor, sorra kerültél te is. Bécikétől szeretném kérni a Muros Sávot című dalt, küldöm Ajkára Bogdán Armandónak születésnapjára, Bandi Király Andrásnak. Na, Zolika és Niki, na, ez már mindjárt mondja más, küldöm a malasztartót Béla bátyja. Köszönjük szépen, Nokika és Menembirtat kivárni, Zolika és Niki. De a malasztartó című számot azt majd én énekelem meg neked. Köszönöm. Krisztián Danó, börtön árnyékában áll egy lány. Nagyon szép dal, ez egy milotai cigány, Krisztián Danó. István Torjánác. Szia Pisti, életemnek, értelmének, drága feleségemnek, Mecseki Erikának szeretnék egy számot. Köszönöm szépen. Roland elküldött egy hivatkozást, ezt most megnézzük. Ezt most nem nézzük meg. Jó estét, szeretném kérni, amit adtál, gyémen gyűrűt add vissza, és ne add az állokba. Somogy Szent Párról, Orsós Renáta. Köszönjük szépen. Lecsónak meg Bubásnak egy jó számot Endre falvára kérnék. Nagyon fontos. Preissinger Zoltán. Köszönöm szépen. Hallom az erdő zsugását, 10 000-szer írtam le, Bugát Zoltán. Hallom az erdő zsugását, hallgassuk együtt. Nem tudom, hogy melyik szám lesz, de megy neked is, kedves Zoli. Köszönöm szépen. Azt mondja, nem megyek én idegenben, legjobb még mindig Vadászi Terézia Mirella. Gabcsi, Olá, nagyon jó zemét küldeném Németországban Rudinak, bátyámnak. Melyik számot választottad ki, Béla? Meg kell értened, nektek is meg kell értenetek, hogy most a Meg kell értened című szám következik, úgyhogy értsétek is meg, úgyhogy én is megértem, értsük meg együtt. Get
szenvedély. Ja Istenem, köszönöm neked. Bevallom, hogy nagyon szeretem. Hallod, szívem van szabad. Hallod, mit sokkal hozzád? Sajnos, hogy ő színe.
lassan, lassan ebbelette, csukja hit neki. Lassan, lassan elfelejtő, hogy ki voltál te valamikor nékem. De már akkor én nem leszek, te meg babám másé leszel. Jaj, de elfeledlek, ez nagyon kemény volt ez az egyvele. Köszönöm szépen, drága Béla. Hát annyi szívet, lájkot kaptál, hogy itt nem győzöm összeszedni. Köszönöm szépen. Kérlek, mondd be, Pisti, van egy kicsi házikot kedves családomnak, Lakatos Sándor. Légy szíves, mondd be, Krajcár családnak Borsodba, köszi, Krajcár Anita. Azt mondja, Lívia, Bianca, Kovács, sziasztok, kérnék egy zenét, ott állt a lány című zenét Kaposvárra. Már volt kedves Lívia. Azt kérném, hogy Péter Kósa, neked is megy a következő szám. Beugrok a telóba, Béla, annyira jók vagytok. Szia, Limone. Hát gyere, ugorjál be a telóba. Figyelj, fáradt a lábam, megbotlott a járdán, intézkedj már, Pisti bátya, Zolika, Niki. Ez nagyon-nagyon viccesek vagytok. Jó, ez lesz az utolsó szám. Nektek? Akartok vége? Álmos vagy, fáradt vagy? Egy üveg viszkit? A 8-as lesz az utolsót a sorba. Nyom meg, várj, segítsek neked? Hát a rock and roll lesz, mert úgy látom. Na, hál' Istennek futottunk Bélával kétnapos bulikba, Szabolcs Horvát, köszönjük szépen. Norbert Szajkó temető kapujába, István Szilágyi Tiszanánára. Azt mondja, Túró Attila, neked is megy, igen. Tokné Anikó, már századjára írom, hogy légy szíves, te miatt a című zenét, kérném apukámnak Szegedre, Tokné Anikó. Köszönjük szépen. Hamvadó cigaretta, V. Krisztián Erős. Testvérem, igyál egy kávét. Azt mondja, a leborult szivar. Végít azt a Giorgio Armani Pujó. Mi az? He, jaj, de. Látom, nézed a diktévét. Cső, tese, legalább jól érezzük magunkat, Krisztián Kovács. Nagyon szeretem a zenédet, Alexandra Kenji Rézműves. Nóri is így gondolja, nem tudom miért, de így gondolja. Gabcsi Olá, Németországban Rudi bátyámnak küldeném Ne fuss fiam című számot. Huldogálnak ahópelyek már, vagy százszor kértem, légy szíves Béla, játszátok el, Béres Anita. Nagyon nagy nóta. Egyébként nem ártana, hogyha lennének lenne hó Béres Anita. Köszönöm szépen. Azt mondja, van egy pici házikom, Lakatos Sándor már volt, ugye? Pisti, legalább jól érezzük magunkat, Csendi Attila, köszönjük szépen. Sümegre Gabi Don Gábor Don, Sümegre lányomnak, Renének születésnapja alkalmával kérek egy számot. Apja, Don, Papa, köszi, olvassátok be. Szandika Kovács is kért egy számot, Majd sírsz te még című számot. Martinka és Adrika Janovics, Léci Béla, küldj édesapámnak egy zenét, nagyon szereti a zenédet, nagyon jó lassú számot énekelj, de amelyiket akarod. Martinka és Adrika Janovics. Köszönjük szépen. Ha elindul ez a vonat, hagyj menjen, Túró Attila. Köszönöm, Attilám. Azt mondja, édes kislányomnak, Tori Jánc, Tamarának kérnék egy zenét, mert imádom, Erika Mecseki. Azt mondja, Péter, Gergely Péter, Aranyos Apátiba küldeném, drága szép testvéremnek, Pistinek és drága családjának. Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz. Ez milyen régi szám, köszönjük szépen. A Roland Burai műsorvezető, egy csajnak küldöm, mondd már be, légy, csak egy csajnak. De ez milyen kedves, mondd már be, műsorvezető, csak egy csajnak küldöm. Na, Dávid Tresó, Zsasztere meg a Dúj. Melyiket választottad ki, Béla? Rendőrbácsik, ne bántsatok engem, ez egy nagyon-nagyon híres szám. Nagyon sok minden vonatkozása van egyébként itt mind a háromunkra. Azt gondolom, és még vagytok nagyon sokan ott a körleten. Vannak itt egyébként olyan hölgyek is, akiknek van rokoni szálak, főzik bizonyos zárt intézményekben. Nekem is vannak ilyen szálaim, de remélem egyikünknek se lesz. A Jóisten azt kérem, mindenkit szabadítson ki, és mindenki jöjjön haza szeretteihez. És mindenkinek legyen egy Sanyia, aki kiszabadítja a világot. Izraelből küldöm a férjemnek, van egy kicsi házikót Izraelbe. Izraelbe van egy kicsi házikót, Silman Claudia. Akkor tehát a börtön, melyik lesz? Rendőrbácsik, ne bántsatok engem. Semmi börtön, csak rendőrök, és csak buliból, és csak a jóba. A mulatókat járunk,
konyakba folytom el a váratom. Én a nyáron nincs a margulettel, ez a bűnöm, semmi más nekem. Hagyd a szüvet, felszárít minden gulló könnyed. Felszárít minden gulló könnyed. Életet hoznak, akik majd a börtönből jönnek. Cigányasszony megjósolta régen, börtönbe töltöm én az életet. Én a nyáron nincs a margulettel, ez a bűnöm, semmi más nekem. Rendőr bácsik, ne bántsatok engem, sújt az élet, sújt a gumibot. Én a padról remekbe felállok, és éneklem fájó dallamon. Rendőröktől nincsen maradásom, sújt az élet, sújt a gumibot. Én a nyáron nincs a margulettem, ez a bűnöm, semmi más nekem. Azóta én a mulatókat járom, konyakba folytom el a bánatom. Én a nyáron nincs a margulettel, ez a bűnöm, semmi más nekem. Hajnal sugár, felszárít minden gulló könnyed. Életet hoznak, akik majd börtönből jönnek. Hajnal sugár, felszárít minden gulló könnyed. Életet hoznak, akik majd börtönből jönnek. Szóló! Ezen a világon. Én a nyáron nincs a margulettel, ez a bűnöm, semmi más nekem. Na-na. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Azt mondják, hogy a fehér blúzos lány nagyon-nagyon szép, mert most látok, közelítettem, úgyhogy ha visszanézzétek a adást, akkor ebben a részben látjátok magatok. Úgyhogy most már mind a háromotoknak vannak rajongói. Oké, köszönöm szépen. Azt mondja, egy üvegpesgőt hadd szóljon nekem Zolika Niki újra. Újpestre öccsétől, Zolikától Mande Pisti bátya nézete is közben. Oké, azt mondja, 30 éve ő a király, imádom. Péter Mihajlovics. Köszönöm. Gyöngyi, Gyöngyike, Gyöngyi, ezek voltak nekem a számaim. Úgyhogy Pisti édes anyám emlékére hadd játssz el, Béla, az Édes kisfiam című számot, Bandi király András.
Malac, Greznár, Greznárné, Szilvi, hello, Malacnak, Pápára, meddig lesz enyém? Létszik, küldjetek egy számot apámnak, nagyon szereti a zeneidet, Martinka és Adrika Janovics, köszönöm szépen. Göllében van egy pici házikó, németből küldöm szüleinek, ez az magyarok, Horváth Marcsi. Sziasztok, Romániába szeretném kérni Bélától, nem sírok, csak egy kicsit könnyezek, Milike, Mili, Kinguci. Köszönöm szépen. The best singer in Pesta, Galbenó Porsche, sárga Porsche. Nézd meg, the best singer in Pesta, tehát a legjobb énekes Pesten te vagy. Okay, thank you for your participation to watching us. Thank you very much. Okay, a szürke pólós azt hiszi, hogy diszkóban van, pedig nem. Ne viccel, viccelünk. Jó, mindhárom lány szépen táncol, Bogdán Zoltán, köszönjük szépen. Drága Béla, erőt, egészséget kívánok neked, szeretném tőled kérni. Nyílhat még 100 színű virág, küldeném mamának és barátaimnak, Szasztetaj Baktále Taven, Imola Kitti Varga. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kapuvári romáknak egy zenét, Horváth Gábor. Köszönöm. Szeged felől jön egy hintó, Burka Ádám. Martin Varga, küldjük egy zenét, küldünk. Köszönöm szépen. Burai Roland, a szürkepólós műsorvezető csajnak dalt bátyja, így mond be, Burai Roland, most én küldjek neked egy dalt, ezt kéri Burai Roland. Na, látod? Lesz itt, hadd elhadd. Nem sírok, csak egy kicsit könnyezek, Krisztián Péter. Azt mondja, ott áll a lány, Évike Góman kertészné. Horváth Ferenc, Fecónak Tapolcára rendes ember, én már nem leszek minden éjjel. Igen, megyek. Bószi, Balázs, Szilvia, én nem nézek le senkit, de a szürkepólós lány fantasztikus. Köszönjük szépen. Olá Melinda barátnőmnek küldeném Majsi Isztemék című számot, 9 éve nem találkoztam vele, Reni Deni. Hát épp ideje lenne fölkeresned. Köszönöm szépen. Kedves Bélám, karácsony közeletével kérünk szépen a Fehér Karácsony című számot, Bogdán Zoltán. Egyébként ez jó. A Radics Ginának Ravazdra küldöm a Lakamav című számot, és üzenem neki, hogy Lakamav, Pisti, olvasd be, légy szíves, Pardavi Dávid, Tavesz Baktáló Dávidkám. Petra Lesziti, a horvát néz minket, köszönjük szépen. Azt mondja, küldöm a László Katlan, küldött tesom a cigány küldi a Zsoltinak. Jó. Lent a parkban láttalak meg téged, húzzátok el ezerszer, már leírtam, Pisti, Attila Rózsahegyi, Rózsahegyi Attila, megy neked ez a szám, lent a parkban láttalak meg téged. Köszönöm szépen, bátya, mondd be rendesen, hogy jól táncol a szürkepólós lány, de Burairól ne írjad már ennyiszer, mert szegény kis csaj ki van idegileg. Jó, Pisti, mondd be, légy szíves, Béla Szentgálra, légy szíves, tesó öreg Kerpásnak, Kerpács Pisti, a Devecseri gitáros, köszi Pisti, neked is. Magasak a falak, Erzsébet Nóra, Farkas. Melyik számot választott, Bélem? Pezsgő. Most következik egy üveg Pezsgő, ugye? Szímű szám, nagyon sok szeretettel mindenkinek. Közben megy Bele Olánk Salgótarjánba, és még nagyon sok embernek. De folytatjuk a műsorukat. Thank you.
Köszönöm szépen. Nagyszerű egy üveg pezsgő, anyu halljon meg, Zolika, Niki, most volt ez a szám. Nagyon szépen köszönjük Bélának. Budapestre, pusztai világnak születésnapjára, Betty Implom. Szeged felől jön egy hintó. Köszönöm szépen. Pisti Rodosnak küldöm a következő szándot, számot, bocsánat, Sándor Rekettyes. Kapuváriaknak is küld már Dávid Tóth. Köszönöm. Töltött káposzta, töltött káposzta, töltött káposzta, töltött káposzta. John Classic. Yes, are you hungry or hungry? Hungarian. Vagy éhes vagy, vagy magyar? Jó, nem olvastad azt, amit leírtam. Bossi Balázs, Szilvia. Ne haragudj meg magadra, légy szíves, komolyan. Bossi Balázs, Szilvia, mindegy, mit írtál le. Következő szám neked, meg nagyon sok szeretettel. Köszönöm. Pest Auto is live in Audion Classic. Galbenó Pesta, vagy Galbenó Porsche. Köszönöm szépen. Nekem is küld légy szíves számos Lakatos Roland Ferenc. Köszönöm szépen. Pistikém, egy Romanyi Gijit Malaven, köszi. Giorgio Armani Pujó. Na, Giorgio Armani Pujónk is van. Köszönjük szépen. Goodbye everybody, send me friend request. Bye bye. John Classic elhagyta a fedélzetet, ő most már nem néz minket. Oké, köszönöm szépen. Kérném Sogorótól, mit ér ez a Bush szerelem, Béla és Erzsi. Éli Balog, Léci, hallott már, mert mikor veled vagyok, akkor boldogabb vagyok. Éli Balog, nagyon vicces csávó, hogy komolyan mondom. Van egy pici házikó, Lakatos Sándor, köszönöm szépen. Szeretnék kérni egy számot, mikor felkerek reggel az ágyamból, Lindácska Ani, köszönöm szépen. Kamandevla Seje, Jakab István, köszönöm. Attila George Michael, Roland Löcsönnek születésnapjára kérnék egy számot, boldog szülinapot, köszi. Melyik számot választottad, Béla testvérem, te meg? Bogdán, 30 ezeren nézték meg eddig a műsort, igen népszerű a Királyunk és a Dik TV is. Köszönjük szépen, Bogdán Zoltán. 30 ezer, ez nagyon nagy szám egyébként. A fekete ruhás lány nagyon sukár sátorajaú helyből, Kalocsai Laci. Na. Melyik számot választottad? Te miattad nem alszom lázas éjszakákon, és most következik ez a nagy szerelmes dal. Megy mindenkinek nagyon sok szeretettel, és légy szíves, tényleg ne aludjatok. Te miattad nem alszom én, lázas éjszakákon, de miattad úgy égeti az utcsó a szám. Százszor megsúrnám, nagyon szeretlek, mikor a szívem dobog, érted hull a könnyem. De szeretnék még egyszer boldog embert lenni, addi csókot. Szeretlek, mikor a szívem dobog, érted túl a könnyen. De szeretnék még egyszer én boldog ember lenni, addig csókot érni, nem tudok mit érni. Százszor megszólnám, nagyon szeretlek, mikor a szívem dobog, érted túl a könnyen. Thank you.
szólíthatnak, de úgy velem egymásnak. Találkodják, merre jutnak, mely sorkában ennek a nagy világnak. Piros rózsák illatában, majd egyszer útra kellek, vágyaimtól búcsúk lesznek a rózsák. Találkodják, merre jutnak, mely sorkában ennek a nagy világnak. Piros rózsák illatában, sírú muzsikával üzenem tenéken. Csóró vagyok, jaj, de semmi nincsen. Egy szár rózsa, de minden nincsen. Add érte a szívem, de jaj. Köszönjük szépen, Czakó Csaba mondta, köszönjük a Dig TV-nek, hogy nagyon sok cigányzenésznek ad lehetőséget. Egyébként is, és az újrakezdésre is legyetek áldottak, Czakó Csaba, köszönjük szépen. Mi is nagyon örülünk egyébként. El kell, hogy mondjam nektek, hogy Magyarországon most ma már a Dig TV az egyik legmeghatározóbb kultúra közvetítő része a cigányságnak. Nagyon-nagyon sok mindent kivált, és rendesen új trendet hozott be a magyarországi cigány kultúrában, úgyhogy az egyik legjelentősebb médiává, sőt, hanem a legjelentősebb médiává nőtte ki magát a Dig TV. Hetente egyébként elárulom nektek, hogy 800-901 millió embert érünk el, úgyhogy ez nagyon nagy felelősséget tol ránk, rak ránk, de megpróbálunk megfelelni nektek, hogy a lehető legmagasabb színvonalú zenészeket és műsort szolgáltassuk nektek. Köszönöm szépen! Rózsahegyi Attila, te Pisti, ez a Béla már nagyon jól énekel. Köszönöm szépen, nagyon jól énekel. Rózsahegyi Attila, köszönjük szépen! Középső fekete csajt adjátok nekem, Farkas Attila. Testvérem, van az a pénz, ha idehozol egy ötös tanálatot, két disznót, egy teli hűtőládát, egy háromajtós szekrényt, meg fogod magadat, és lesz nálad 100-as papír zsebkendő, mert úgy elzavarunk téged, testvérem, hogy csak ríni fogsz, nem adjuk senkinek. Köszönjük szépen. Meg tudlak érteni egyébként, hogyha szerelmes vagy belé, tényleg nagyon-nagyon szép a kisasszony. Egyébként a hölgyeket Reginának, Ramónának és Tímának hívják, Tíme most eltűnt, de itt van még valahol a házba. Tiszta, ezt nem olvasom be. Á, itt van az én nótám, Éva Horváth, igen, csak megkaptam. Sziszinek küldöm ezt a számot, Nagy Zsigmond András, köszönöm szépen. Vállalkozó Ákosnak küldöm ezt a dalt, Ákos Olá, köszönjük szépen. Nagyon jó. Csóró vagyok, semmi nincsen, Radics Norbert. Szünet legyen, vagy egy icike-picike szünet legyen, és folytatjuk? Van még kedvetek folytatni? Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, osszátok meg még a műsort. Most tényleg elmegyünk szünetelni, de csak tényleg egy pár percet. Kedves Bélák, az ifjabbik és az idősebbik is iszik. Én is iszom egy pici alkoholt, üdítőt, pezsgőt, almalevet, csalamádét, és utána jövünk vissza, de tényleg ne kapcsoljátok ki, ne hagyjatok el minket. Most nézzünk 603-on, legyetek olyan kedvesek, hogy osszátok meg még a műsort, és tényleg csak egy nagyon rövid időre elmegyünk, veszünk magunkhoz némi folyadékot, és aztán folytatjuk a műsort. Addig kedves Elek mondja, hogy meddig beszéljek. Que mangue na misto, cadê minha chuva?
pace tutna dam. Janes tu san, mangesa kopelo, ke dukhajan muro ilo. Szívem csak érted, dobban újra még. Bármilyen úton jársz, téged látlak én. Boldogság rám talál, mosolyodva él. Te vagy az én kincsem, hát légy enyém. Míg a világ világ lesz, te bennem élsz. Örökre légy enyém, mikor újra hozzám érsz. Úgy érzem, élek én. Szívemnek virágad te vagy, ígérem én. Hozzád hű leszek, ha fogod két kezem. Soha el nem engedem. Ta-ra-ra. Otára urinávej, bírsa na čon mandarta, tu manca zám. Ande mu rodu ho, a ti gíji tu kedav, ti rodi logaru vám. Šunut o prepočeri, si kavel mange čonu. Akar karink virav, sanuma tu dikav. Kell már ezor, auri kinyú áll, de odivrema men a bistra. Miguel umál, umaszi, me tudka mál, ande murojilo, andre una gyantú csej. Otár auri návej, bérsa na csón, mandata, tu manca szá, ande murodú. A ti kiítu kedav, tirogi logaruval. Míg a világ világ lesz, te bennem élsz. Örökre légy enyém, mikor újra hozzám érsz. Úgy érzem, élek én. Szívemnek virágod te vagy, ígérem én. Hozzád hű leszek, ha fogod két kezem. Soha el nem engedem. No. Mutat.
zene kell, csak egyszerűen érezd jól magad. Ma este Dorinával buli, de holnap újra suli, és írjuk a matek dolgozatot. Köszönöm szépen, Tavenszasz, te tajbaktérium, muromoly lepkék! Sziasztok, újra itt vagyunk, folytatjuk a kívánságműsor Csóré Bélával, az idősebbikkel, és az ifjabbikkal, akinek egyébként mellhártya gyulladása van, hengerfej szimering gyulladása van, neki de most meggyógyul. Hozzak neked, testvérem, valamit komolyan? Nem, biztos? Akarsz énekelni egyet ennek örömére? Hát, ha kiköpöd a tüdődet, megpróbáljuk kiköpni a tüdőnket, testvéreim. Osszátok a műsort, kicsit lement a nézettség, olyan 40 ezer, 45 ezernél tartunk most, úgyhogy hatalmas egyébként a nézettség, köszönjük szépen. Mennyi időre, mire elkészül a számom, ezt most még nem tudjuk, ezt most nem olvassuk be neked, testvérem, mert nem te vagy. Jó, most viszont vannak, visszajöttek a csajok is, és akkor tehát elkezdjük azt a végül is Orbán Viktor is cigány. András Csaba, lehet, hogy cigány, ezt nem tudjuk. Én kimondottan a szürke pólós lányt várom, hogy elment, hazament, nem bírta a kiképzést egyébként, de elmegy neki a vonata egyébként, hogy Los Angelesbe lakik, és gyalog közlekedik Pest és Los Angeles között. Köszönjük szépen! Jó, és akkor most valami nagyon komolyat fogunk nektek adni. Köszönöm szépen. Dunaújvárosba kollégáimnak, a dunavécsei romáknak kérnék egy számot, Jakab Ferenc, dolgozzatok keményen, cigányok, legyen pénzetek karácsonyra, azt kívánom mindegyikinek, nagyon-nagyon szép karácsonya legyen. Azt mondja, hogy ott áll a lány, Jazmina Kovács. Szia, szeretnék kérni egy számot Szabad Battyámba, Kecses a lovamjárása, Martin Berki. Köszönöm szépen, Nagy Katalin, sziasztok, szia Katika. Megosztottam a videót, Góman Mana, a videót, jó. Na, akkor azt énekelt, hogy csókolj hát egyet, Egyke Horváth, köszönöm szépen. Ja, integet a szeretőm, Pálinkás Gergely, köszönöm. Jó, azt mondja, Vas Ignác, hogyha egyszer írok neked, tesóm, azt a számot nem tudjuk eljátszani, de valamelyik számot kérted, Vas Ignác, nem tudom, hogy melyiket, de... Na most ez van. Kedves Szilvási Pisti barátom, kedves Diktévés nézők, kellemes karácsonyt kívánok mindenkinek, legyetek szerencsések, még vagy 100 évig vezessétek ezt a jó műsort, nagyon szükség van erre a Diktévére. Bogdán Zoltán, köszönjük szépen, egyetértek veled, neked is boldog karácsony, drága Zolikám, kedves családoddal együtt. Bicskei dombtetőn, Pálinkás Gergő, sziasztok, szeretném egy számot Norbinak, Norbi testvéremnek küldjétek, Csercsa Krisztofer. Oké, Béla fiad is hagyj énekeljen, Balogh Vilike. Itassátok a csajokat, hát hogyha felpörögnek, Erik Meister. Egyébként a csajok ittak almalé és üdítő és fanta formájában vettek magukhoz folyadékot, de most ettől föl fognak pörögni. Jó, melyiket fogod énekelni, testvérem, kitaláltad? Zsasztára menge dirdur! Ez a szám lesz most, köszönöm szépen. Úgyhogy ez az év egyik, az év végének az egyik legnagyobb slágere. Ugye a kedves
leghíresebb egyik dal, én is nagyon szeretem, úgyhogy küldöm még Tarnazsadányba Horváth Csabának, a Nőcsábásznak, köszönöm szépen, Nagyforma vagy Fisti, Noémi, Dolányi Néo, Dolányi Horváth Néo. Beállítottad a mikrofont. Ladies and gentlemen, még egy kicsit a magasából vissza a szintinek, közben ezt megvárom még. Oké? Okay. Egy kis jó hangot a mikrofonra. Megvan a okay hang is, testvérem. Ladies and gentlemen, Romanettesevel, hölgyeim és uraim! Mert te szeretsések! Jastara Mengedur! Jastara Mengedur! Ay, kodi, kodi, csidi, kéla, vé! Ay, kodi, kodi, csidi, kéla, vé! Feri, oszú, tudi! Metro, vú! Moro, gílo, tedi, ká! Metro, vú! Podia espate de cá, letra de la lei, quiso te queira, que la cama, que la cama, que la cama, ai como as oitas, te vou de colombo, te vou de sonho. Devo de voz do chaco Minha menina Se refaria Minha menina Se mexeria O negócio me alerta O dia me tira até O tcharata O tcharata Solo. Éreznie hangodon egyébként egy picit, hogy beteg vagy, de semmi baj, testvérem, nagyon elkaptad, hála jó Istennek. Doki, gyógyítsd meg a szívemet, Jóka, József, Pistikém, testvérem, a kis csóri énekeljem el, köszönöm szépen. Kerülöm a házatokat Bécitől, Csemer Erik. Boldog karácsony ünnepeket és kellemes ünnepeket, Barbika, privát, köszönjük szépen. Szia, szeretnék Nyílugostra, megyek anyám, megyek Tulipánnak, köszönöm szépen, Tulipán Csaba Balog. Köszönöm szépen Pálinkás Gergelynek születésnapjára, Majlát Milán. Oké. Menni, Magdaléna, Ida. Krisztián Erős, Budapesten nekem is megy, testvérem. Azt mondja, egy dalt szeretnék kérni, Gólya, 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 Sütő Robika. Angelina, nem egy című dalt szeretném, nem tudom melyik című dalt szeretném, köszönöm. Rico, Ricsi, Kis, köszönjük szépen. Ákos Olá, mondd be, légy szíves, küldöm ezt a dalt, váltakozó Ákos. Váltakozó Ákos? Az anyám úristenit. Jó, váltakozz akkor. Jó, azt mondja, Dirdur Nosza neki a Krisztián Kálmán. Látom, veszitek át a dumámat. Horváth Tíme, a szép estét kívánok szerelmemnek, Horváth Vilmosnak szeretném kérni a számot, nagyon szeretlek című számot, köszönöm. Horváth Tíme, a kért ezt a dalt. Köszönöm szépen, hosszú fekete haj, Mundér Ernőni, az már volt, de a következő szám is megy neked. Szép estét mindenkinek, szeretném kérni a kedvenc számot, egy virágot töltél össze bennem, nagyon örülnék neki, ha lejátszanának, Szarka Ernő. Köszönjük szépen, ez lesz az, fogadjunk. Erre nyúltál rá, azt hittem most nem ezt fogod játszani. Úgyhogy Szarka Ernő, nem lesz maga a kívánságod, de neked is megy a szám, köszönöm szépen. Melyiket fogjátok most játszani? Kerülöm a házatokat, nem akarlak. A mikrofonomra kérünk. Igen, és a Bélának a mikrofonjára. Kérünk szépen. Tarnazsadányba is megy Horváth Csabának. Kerülöm a házatokat Csóri Bélától. Tehát akkor nem utolsó sorba. Kedves, drága szép feleségemnek, Törőszent Miklósra, most Kunmadarason élünk, Elvirának. Sok-sok szeretettel. Babám, kerülöm a házatokat, nem akarlak látni. Miért kell úgy az én szívemnek?
után ott van fájni. Babám, mire állok az utatban? Mert én úgy érzem, másnak vagyok várja. Akarom, hogy felejtsél el, letörölni, de minden fájunk kell. Könnyen. Babám, mire állok az utakon? Úgy érzem, hogy másnak vagyok párja. Akarom, hogy felejtsél el, letörölni, de minden fájunk kell. Könnyen. Na, még egyszer. Babám, kerülöm a házatokat, nem akarlak látni. Miért kell úgy az én szívemnek, de utána ott van fájni. Babám, mire állok az utatban? Úgy érzem, hogy másnak vagyok párja. Akarom, hogy felejtsél el, letörölni minden fájunk kell. Szépen, a jó Isten áldja meg a torkodat, testvérem, egy neocitránnal nagyon jó vagy. Köszönöm szépen. Hallod, öreg, akkora dumád van, hogy csoda, hogy a világon nem a te nyelvedet beszélik, internacionális műsorvezetőnek. Az öregére ez egy kicsit haragszok. 22 vagyok mindenféle szempontból, elmondom neked. Köszönöm szépen. Jó, azt mondja, hogy remélem csak hülyéskedsz, hogy nem bírod elolvasni, amit kétszer is leírtam, ami érthetően Horváth Csaba, de tudok érthetően beszélni, Horváth Csaba. Szeretném kérni, Cigány vagyok árokpartján születtem című zenét, Vilmos Horváth. Köszönöm szépen. Istenem, szeretnék kérni egy számot fiamnak, Mütyűrnek, Csörökből, Magasak a falak, Hevesi Gyula. Engedd már ki a hangodat, Bélám, mert így is nagyon jó vagy, de még jobban tudsz. Köszönöm. Sziasztok, szeretnék kérni egy számot apusomnak, anyósomnak és sógornőmnek és a páromnak, Hajdú Szovátra, Balogh családnak, Nem megyek én idegenbe című számot, Félix és Edit kérte ezt a kérést. Köszönöm szépen. Sziasztok, Budafokra küldeném a Muszáj menni című számot, Pozsár Szilveszter. Köszönöm. Berki Szabi, ott áll a lány, már volt egyébként, de a következő szám is megy neked. Dávid Kapeller, sziasztok, szeretném kérni a Tündérszép leánykát, és küldöm Siófokra bátyának, Peller Károlynak. Köszönöm szépen. Másfél hete, hogy a babámat nem láttam, Nórinak légy szíves ezt a számot, Rostás Sándor. Varga Alexandra, sziasztok, a doktor gyógyíts meg a szívemet, szeretném kérni Varga Juditnak Encsencsre, Tavenbach Tále, Varga Alexandra, ez a szám is volt már, de nyilván megy a következő szám is neked. Csóri Bélától speciálban szeretném kérni a következő számot mindenkinek, aki szeretni, Majlát Milán,
Vanessa Kelement, Béla, a kisfiammal karácsonyra vagyok kiírva, nagyon várom már, hogy karjaimban tartsam, és neki szeretnék egy számot küldeni. Vanessa Kelement, jó Isten, adjon neked erőt, egészséget, és Isten hozza, remélem, nagy-nagy boldogságba és szeretetbe, hogy drága, gyönyörű kisfiadat, úgyhogy karácsonyi ajándékét megkapod a gyermekedet. Gratulálok! Kálmán Krisztián, szeretnék én egy számot József Attilának, a Sítre. Jaj, de vicces vagy, köszönöm. Drága barátom, köszönöm szépen. Már százszor bemondható, hogy van egy pici házikó, de még nem volt eljátszva az előző live-ban sem. Volt Lakatos Sándor. Van egy pici házikó, nagy számod egyébként. Ugye lesz az most? Most nem. Ennyi, Lakatos Sándor, megint mész a levesbe, testvérem. Jól van, semmi baj. Ezt olvassátok már be, ide is küldjetek egy számot, bármelyiket, mindegyiket imádom, Bélát, Gyöngyi Orsós, természetesen. Sziasztok testvéreknek, Császár Tamásnak, légy szíves szülinapjára, sokan vagyunk mi testvérek, Justin. Köszönöm szépen, minden a pálma, Gulyás Péter. Orsós jása, a nézését, járását, légy szíves küldeném nektek, aki szereti, Zoli Rontó. Köszönöm szépen, szeretnék én egy számot, Ózdra, drága családomnak, Robogi Vonat, legjobb vagy Béla és a zenekarod is van, Imádás, Barbika, Privát. Lakatos Sándor, kerülöm a házatokat, van egy pici házikó, most se fogod megkapni, testvérem, 101 egyszer is kell kérjed. Jó, majd lehet, hogy a következő az lesz. Melyiket fogod énekelni, Bélám? Magasak a falak, ezt is rengetegen kérték, magasak a falak, mindenkinek megy nagyon sok szeretettel. Magasak a falak, sóvajon megmarul, drága Istenem. Vírus az életem, látszunk is életem, le az életem. Kasszásaim tudom, ők az én vigaszom, haza gondolok. Vár a tűnik, szívem fáj nagyon. Mert az én szívem szabad, hiába látom, látszunk a magasban lapulni, úgy száll a gondolat. Ne sírasz már, jó anyám, szabadul a fiad már. Hiába vártam hosszú éjszakán. Magasak a falak, soha jön meg marad, drága Istenem. Kívülis az életem, rácsok közt életem, le az életem. Rapszázai tudom, ők az én igazom, haza gondolom. Már a tűnik, szívem fáj nagyon. Mert az én szívem szabad, hiába látom rácsukat, magasban lapulnék, száll a gondolat. Ne sírass már, anyám, szabadul a fiad már, hiába vártam hosszú éjszakát. Oh, mami, oh,
hol van még így? Köszönjük szépen Farka Zoltánnak, megyés lányainak. Fernando Babos, nem esek össze, én örökké fogok élni, és nem fogjuk eljátszani neked a számot, ha ilyen csúnyán beszélsz. Mindenkinek mondtam az elején, hogy nem lehet mindenkinek a kérését teljesíteni, de ha ilyen csúnyán beszélsz, akkor ne nézz minket. Lakatos Sándor, van egy pici házikó, na, 101-jére? Béla? Most volt. Látod, megkaptad? Jó, köszönöm szépen. Tarnazsadányban Lorenzo testvéremnek egy számot, Horváth Csaba. 14 éves vége lett, Keresztesi Kinga. Megy órája nézek, és kajakra nem mondanak be. Fernanda Babos, most bemondalak. Fernanda Babos, Fernanda Babos, Fernanda Babos. Jó. 1000 éves zene, ez már... Fernanda Babos, hát 1000 évesek vagyunk. Köszönöm szépen. Azt mondja... Szia, bratyászom, szeretnék egy számot Budapestre, a Tibike bátyámnak és kedves szép családomnak, kivétel nélkül ezt a Csóré Bélától. Ha elindul ez a vonat, hagyd menjen, halljak meg, speciálba küldök neked egy nótát, bátya. Dávid kérte ezt a számot, méghozzá nem tudom milyen Dávid. Van egy pici házikó, ez már most volt, Lakatos Sándor, oké. Okay. Kemál Algács, vagy egy szép hallgatót is. Köszönjük szépen. Jó, miért kellett találkoznom véled, Nagy Katalin? Köszönöm szépen, miért kellett találkozni vélem? De jó, oké, köszönöm szépen. Na, holnak a hópelyhek nem jön Szeged felől, Hintó, feladom. Anita Béres. Anita Béres, bemondtalak vagy 40-szer, de ha a művész úr nem ezt akar énekelni, akkor nem fogja ezt énekelni. Na, holnak a hópelyhek, vagy nem jön Szeged felé, Hintó? Oké, bátya Rupa Lászlónak a kérését játszott már le, szegény ember már kiírta, milliószor küldte és nem olvastátok be. Megcsendül a húr a gitáron, köszi bátya. Jó, Roland Burai, köszönöm szépen. Na, melyiket szeretnétek? Meddig lesz ennyi? Na, ezt a számot kapjátok, meddig lesz ennyi? Kis hangot a zongorára, és közben beolvasom még Rácz Alexandra, Csömör, Norbert, Mátra verebélybe. Hagyd szóljon! Meddig lesz ennyi én? Sivál kis életemre, meddig tűz a fény? Amit érdemes mond, megszületni rám, meghalni sem nagyon nagy áldozat talán. A szemben lám, fiú és egy lány, az első pillanatban játszanak csupán. Amiért értem és volt, megszületni rám, meghalni sem nagyon nagy áldozat talán. A szerelem, a feledégi magányos évek, elvenni őt, én tőlem nem lehet. Arcot üzem, szeme ülel, meddig várjak még, ez nem csak álom. Nem enged el, kötté váljunk, a szerelem, a szerelem.
nagyon igényesen zártátok le ennek a dalnak a végét, nagyon szép volt, köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, már nem olyan nagyon sok dal lesz, igazából 3 dal lesz a legvégére, és ennek a 3 dalban most már úgy fogom mondani, mert nem lehet teljesíteni minden kérést, ugye, hogy most elkezdem felolvasni a neveket, nem zavarom az életedet, Fernanda Babos kérte ezt, most nem biztos, hogy ez lesz, mert az utolsó 3 dalban lehet, hogy belesűrítünk 3 mini egyveleget. Köszönöm. Ákos Olá, olvasd be, légy szíves, a vállalkozó Ákosnak Nógrád megyében küldő Nógrád megyei barátainak, Ákos Olá az Ákos vállalkozónak. Mennyi vállalkozó van. Oké. Én is járok az alvilágba, Léci bátyja András Varga, Szandi Farkas is szeretett volna kérni. Közben itt a kedves egészségedre, a Jóisten adjon neked egy 100 lapos papírzsebkendőt. Köszönöm szépen. Labodra a diszkosoknak huldogálnak a hópelyek. Vivike, Csinos, Túró Attila, hurrá, jaj, de jó, Túró Attila, mert téged mondtalak ma, Isten áldjon meg, testvérem. Jászmin a Kovács, hallgatót most nem biztos, hogy fogunk énekelni, de megy neked is a szám. Stabilak vagytok, Roberto Kollárcsik. Szeretik a Tika medgyet, Krisztián Farkas, de vicces vagy, köszönöm. De egyébként én is szeretem a medgyet, mert amelyben Szilva vagyok. Nagyon szép dalokat énekeltetek el, köszönjük szépen, Nagy Anita. Olvasd már be, amit kértem, László Suki, nem tudom, mit kértél Suki László, de szinte mindegy is, mert úgy is kapod. Igen. Halljak... Oké, Fernanda, kaptok egy imádásos lájkot, Fernanda Babos, látod, csak kiegyeztünk. Kicsi római lány, megvan, kicsi római lány, megvan nektek? Mintha már énekelted volna valamikor ezt a számot, nem? Néhány milliószor. Jó, köszönöm szépen. Kinek küldöd? Baló Gelek, a Dik TV vezetője, tulajdonosa, küldi élettársának, házastársának, szerelmének, élete kincsének, virágos kertjének, habos tulipányának, édes kedves kicsi rózsaszálának, Csillának nagyon sok szeretettel Kicsi római lány című számot, és ma este tűzijáték lesz. Köszönöm szépen. Kész, elég szerelmes lett Csillába újra, egyébként lesz az évvégé lagzi is. Na, oké, köszönöm szépen. Kicsi római lány következik, küldjük nektek nagyon sok szeretettel. Az lesz. Rómába jártam idén, úgy még a nyár elején, hamar este lerek, valaki rám nevet. Pici római lány, vírusok gyereke, csupa gyöngy a haján. Pici római lány, pici római lány, vírusok gyereke, csupa gyöngy a haján. Pici római lány, de hamar hajnalod, a kislány csókot adod, korán elbúcsúzod, a szemesen ragyog. Pici római lány, piros ömperekán, csupa gyöngy a haján. Pici római lány, pici római lány, piros ömperekán, csupa gyöngy a haján. Pici római lány. Thank you.
Köszönjük szépen, nagyon-nagyon-nagyon szuperek voltatok. A szólott testvérem, Isten király. Hát azért nem véletlenül vagy apádnak a fia. Jó. Köszönöm szépen. Pistikém, a nagy utazást, légy szíves, Muro PlayStation, Giorgio Armani, Puyo. Köszönünk szépen. De jó. Béla, ott vagy a toppon, még mindig kemény a stíl, halljak meg, ha nem. Varga András. Temerel ott Petőfi Tena. Temerel Firtelen. Na, építési vállalkozó vagyok, valakinek kell térkövezni, vagy szigetelni, vagy akármilyen kömös munkája van, az írjon, jó drágán megcsinálom. Suha Arik. A világon ilyen vállalkozó még nem volt, mint te, és nem is lesz. Nagyon szuper gyerek vagy. Oké, köszönöm szépen. Öntsetek egy felest. Inni akartok. Jó van. Meghoztad a kedvet a cigányoknak így karácsony előtt? Jó. Ne beszélj annyit, Pisti, hagyjad őket, hagyj zenéjének, te beszéded, el megy az idő, nem sértés, ez az igazság, Erik Russo. Jó, köszönöm szépen. Azért nézitek, mert akarjátok hallani a neveteket, nem érted? Aj, mi van veletek? Léci Vizsolyban a nagyapám emlékére gyöngyvirág, Patrik Gyémántos herceg. Tiszavasváriban a kiárának ott áll a lány, ezt fogjátok énekelni, melyiket? Ne, hát nagyapám, gyöngyvirágot. Gyöngyvirág lesz most, úgyhogy Patrik Gyémántos herceg megy neked. Köszönöm szépen, és akkor most nem beszélek most olyan sokat. Ennyi helyesírás hibát én még nem életemben nem lehetően is kritizálni tudtok. Gyöngyvirág következik, sok szeretettel, hagyd szóljon. Alexandrának Mátra verebébe megy ez a szám. Azt mondja, kuhegyesi, völgyesi cigányoknak egy jó zenét, Antal József. Azt mondja, kis papírhajót szeretnék kérni, Glück Szabina. Azt mondja, egész Radnai banda téged néz, Radnai Csaba. Köszönjük szépen, Keresztesi Kinga börtönrácsos ablakán. Tiszavasváriban kiarának ott áll a lány, Vivian Szarka az már volt, köszönöm. Soha nem olvasol be, Pisti, Duka Dávid, de most beolvastalak. Oké.
Szilvási, kérjed már a számom Juanita Sanchez. Köszönöm szépen. Tatár Andor, svédor, Svédországból is néznek minket. Szia testvérem. Azt mondja, könnyezik a két szemem ezt a drága testvérem. Ezt drága testvérem. Óvári György. Azt mondja, Romániában az egyhetes kislányomnak és két éves fiamnak, Ingridnek és Kevinnek fiamnak bátyja, rád bízom, Remus Vanca. Tehát Romániából is nézik. Csiki Gábor, köszönöm a Dik TV-nek ezt az estét, rendesen jól esett. Ki ez a műsorvezető? Ah. Jó, hát én vagyok, az Attila Rajmund Kardos. Elmondom, nem olyan egyszerű veletek lenni. Azt mondja, még azt mondja, hogy nincsen cigány báró Hevesi Gyula, meg közben ti találjátok ki. Azért leírom, hogy lássa az egész Magyarország, hogy milyen vagy, Gergely Mihály. Oké, nálam egy boldog óra, a dalt kérem szülinapomban holnap is, Erzsébet Bakó. Köszönöm szépen. Sziasztok, Torontóba Aninak küldjetek valami zenét. Köszönöm Béla és mindenkinek, Anetka Rácz. Nézzünk benneteket Torontóból. Azt mondja, nem átkozlak, áldja meg az Isten, Bianca Puporka, az már volt, Suharik, itt vagy Kalmár, igen. Csinos vagy Béla, Juanita Sanchez. Jó. Pisti, tízszer írtam a Kapuvára, küldjetek egy számot. Mi ez? Stojka Adrián, legyél türelmes, most megy oda a vonat. Pisti, 23-án lesz születésnapom Varga Andrásnak. Kedvencem az Csóri Béla, légy szíves, Isten áldás legyen rajtatok. Köszönöm szépen. Tehát én is eljárok az Alvilágba című számot. Oké, köszönöm szépen. Az utolsó számmal szeretném megköszönni a Magyarországon élő embert, aki ugyanúgy szeret a Csóri Bélát, mint én, Bán Imre. Üdv Spanyolországból. Köszönjük szépen. Jaj. Jó, mivel most már csak kettő dal van, ez az utolsó előtti dal, igaz Béla? Nem, utolsó előtti. Utolsó? Utolsó előtti dal van, most már így van. Oké, akkor ez az utolsó előtti dal. Megy mindenki másnak, most olvasok be egy csomó nevet. Anetta Rácz, János Dudoma, Gergely Mihály, Bakó Erzsébet, Tóth Tibor, Vivian Szarka, Viktória Varga, Szabó Dávid, Moldován Roxana, Krisztián Farkas, Adrián Sztojka, Mága Otto, Hojánita Sanchez, Korombenji, Anetta Rácz, Bogdán Marianna, Örök vagy. Szent Márton Kátára is megy Peti a Flegma Bóló. Köszönöm. Tehát melyik szám lesz? Felcsendül ez a dal címe, ez az utolsó előtti dalunk, utána búcsúzunk tőletek. Sziasztok! Felcsendül a húr a gitáron, szívemet is égem a gitáron. Nem adhatok semmit én neked, csak a szíved, mert szeret égedet. Szeretem és imádom, ő a legszebb a világon. Nem kell magán, csak ő, csak ő. Szeretem és imádom, ő a legszebb a világon. Nem kell magán, csak ő, csak ő. Gitáron, szívemet is végem gitáron. Nem adhatok semmit én nekem, csak a szíved, mert szeret tégedet. Szeretem és imádom, ő a legszebb a világon. Nem kell a már, csak ő, csak ő. Thank you.
Köszönjük szépen, és elérkeztünk a műsor végére, kedves Dick TV-s nézőnk, nagyon szépen köszönjük, hogy néztetek minket, hogy nagyon-nagyon sokszor megnéztét, megosztottátok, és az utolsó dallal fogunk bennetektől, most tőletek elbúcsúzni. Egyébként írjátok, hogy néztek minket Svájcból, néztek minket Romániából, Franciaországból, élőben még jobb lenne, örültem, jó volt benneteket hallgatni, azt mondja, Szalma Tercsről a Szakács üdvözöl, és köszönjük, hogy itt voltatok, olvasd be, légy szíves, üdv András, Ádám András. Németországból is nézünk, Radnainé, Mária és Csaba, köszönjük szépen, nagyon jók vagytok. Azt mondja, szeretnék egy számot a migránsoknak, Tivadar Farkas Makri. Jaj, de vicces vagy, köszönöm szépen. Na akkor nekem nem küldöl, Kanalas Gyula, de küldjük neked is. Orsos Gyöngyinek, Herriettal a Lakatosová Szlovákiából, azt mondja, Zoltánné Sárközi, 16 és fél esztendős lettem talán. Én hol maradok, Csabika Balog? Te is megkaptad, testvérem. Győrtelekre valamit, Béla Varga, Tóth Gábor, Barbara Sávoly. Kedves Dick TV, legyen a Fehér Karácsony című szám az utolsó. Köszönjük, de az már volt. Az a Romániából is nézzük benneteket. Carmen Kóré, köszönjük szépen. És most beolvasok egy csomó nevet, most már nem fogjuk elmondani, hogy ki honnan mit kért. Köszönjük szépen Áron Kalácskának, Carmen Kórének, Farkas Martinnak, Gabriella Gómannak, Berkes Beatrixnak, Armando Hozénak, Orbán Viktornak küldeném a parlamentbe, menni, menni, muszáj menni című számot. Hát még ilyet? Nagyon vicces vagy, Armando Hozé. Hozé Armando. Azt mondja, Farkas Krisztián, Romániából is nézünk benneteket, már csak egy pár dal kellene. Angliából is nézik, Farkas Krisztián, köszönöm szépen. Floridából kérnék egy számot, Farkas Tivadal Marki. Köszönöm szépen Csóré Bélának és a Dick TV-nek, Patrik Gyémántos Herceg. Köszönöm. Nektek tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottátok rengetegen a műsort, és kértetek dalt. Aki nem kér dalt, semmi baj, meg fogja kapni. Úgysem tudunk mindenkinek mindent teljesíteni, az a 8000 hozzászólásból nem lehet kiszűrni mindet. Köszönjük szépen. Még egyszer nektek is nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok a Dick TV-ben, és eljöttetek másodjára is. Mindig nagy-nagy szeretettel és tisztelettel várunk benneteket. Ha bármilyen hír, információ, új dal, videóklip, vagy bármit szeretnétek, nagy szeretettel várunk benneteket. Bírjuk a burátokat. Isten hozott még egyszer benneteket, és remélem jól éreztétek magatokat. Nagyon szépen köszönöm Reginának és Ramónának, most már meg is jegyeztem, ugye? Rubina? Nem? Rubina? Regina? Hát szóval még ilyen cigány, mint én, tényleg nincs az országban. Reginának és Ramónának, és Ramóna még küldi Patriknak Kalocsára a következő számot, és ezzel a számmal búcsúzunk tőletek. Sziasztok, nektek köszönjük, nektek is köszönjük, és hamarosan jelentkezünk a következő műsorunkkal. Sziasztok, Muro PlayStation-ök! Sziasztok! Ezzel a dallal a kis műsorunk is véget ér. Reméljük tetszett, találkozunk majd mi még. És holnap újra, újra beleszem a hangszerem. Szívemből járt a kedvem slágerem. Ezzel a dallal a kis műsorunk is véget ér. Reméljük tetszett, találkozunk. Sziasztok!